jót, mit értem tett az én anyám. Szeretném meghálálni, vagy legalább megpróbálni, mint azt a jót, mit értem tett az én. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, itt a Hívd Andreát. Ma este az élet apró örömeivel és a nagy pánikokkal foglalkozunk. Vendégeink a stúdióban dr. Gábor Espál orvos, zeneszerző, a pánikbetegség híres magyar gyógyítója, és egyben meg annyi sláger alkotója, szerzőtársa Szenes Iván, valamint Jávor György, mondhatjuk életművész, és Pálmai Tamás, újságíró. Ez az idei év a Gábor-Szenes párosnak a 25. jubileumi éve. Ha jól tudom, akkor neked van egy dalod arról, hogy hogyan viszonyultál ez alatt a negyed évszázad alatt Gábor Espálhoz, mint pszichiáterhez, illetve mint orvoshoz. Megmondom őszintén, mint orvosa nem volt vele bajom, mert amikor még csak röntgen orvos volt, mert egyébként ő tényleg egy csomó szakmát kitanult ezen belül, szépen ellátta a kórházi feladatát, és délután aztán rendelkezésemre állt, és tudtunk dolgozni. De amióta pszichiáter lett, és divatos pszichiáter lett, és nem az van, hogy fölhív egy énekesnő telefonon, hogy beszéljek a Palival, hogy csináljunk neki egy számot, hanem fölhív valami reszkető hang, és azt mondja, hogy művész úr, magának nagy barátja a Gábor Espál, legyen szes, intézel, hogy fogadja. Azóta szavával éve kezdek pánikbe esni, az egyik kedvenc zeneszerzőmet elveszítem, és ezért mindent elkövettem legjobb belátásom szerint, hogy az orvosi karrierjét tönkre tegyem, még azzal is, hogy például fölléptem a szerzői estén, és előadtam egy ilyen kis úgy dalt. Engeded? Igen, parancsolj. Tehát tisztelt polgár, ha pánikba esnél, gyógyulást találhatsz Gábor Esnél. Hát, bajoddal tablettája elbánik, s messzire fut azonnal a pánik. Tehát tisztelt polgár, ha pánikba esnél, gyógyulást találhatsz Gábor Esnél, s ha nem segít, mégsem az orvosi praxis. Zenéjével meggyógyítja azt is. Ezen mi zeneszerzőnek nagy sikere volt. Több orvos barátja viszont elégedetten dörzsölt a kezét a dalom nyomán. Nem tudtam megfúrni. Hogy volt ez a kétféle gyógyítás? Hisz a művészetnek, a zenének is van egyfajta gyógyító ereje, és neked, mint pszichiáternek is. Melyik a hatékonyabb szerinted? Hát itt a nem olyan jó barátaim, mint Iván, hanem talán magukat barátnak mondok, vagy talán még nem is mondják, azt szokták mondani, olyan irgalmatlan, szomorú dalokat írok, hogy ebből depresszióba kergetem az embereket, és utána meg gyógyítom őket, úgyhogy ez egész nem más, mint üzleti fogás. Ez az utolsó tánc, aztán mindennek vége. Ez az utolsó tánc, aztán nem bánom én se, nem érdekel ki. De az utolsó tánc még jár nekem, még jár nekem. Akárhol látlak, vagy akármelyik műsoromban szerepelsz, szinte forróak állandóan a telefonvonalak, és dőlnek a betegek. Nem, hát ez azért nem az én érdemem. Itt végül is az utolsó években nagyon sokat számított, hogy egy mozgalom alakult ki. Lényegében egy nagyszerű amerikai képviselő javasolta 1989-ben, hogy egy Massachusetts-i szenátor,
hogy agy évtizedének minősítse az amerikai kongresszus ezt az évtizedet, hiszen olyan jelentős mértékű fejlődés következett be az alaptudományokban, hogy azok a mentális, tehát pszichés zavarok, amelyek régebben évtizedekig nem voltak egyáltalán megközelíthetők érdembe, ma már gyógyíthatók. Tehát lényegében az én szerepem nem több, mint egyfajta, hát azért csak-csak elkötelezettség a magyar öngyilkosság kérdésének a megoldása, a fogya magyarral kapcsolatban, tehát nem az abortusszal kezdődik csak a dolog, hanem lényegében azáltal, hogy évente 50-60 ezer ember, vagy talán még több kísérel meg öngyilkosságot. Lényegében azt gondolom, hogy minden ilyen tett, amely a médián keresztül felhívja a betegek figyelmét arra, hogy mi is a bajuk. Mert eddig nem tudták, hogy mi bajuk van. És ez most a baj... már tudják. Én azt gondolom, hogy most már azért többen tudják, lassan viszont az orvosok is egyre inkább megismerik, elfogadják. Tehát egy olyan jellegű fejlődés alakul ki, hogy egyre több ember számára hozzáférhető a gyógyulás. És valóban így van, ahogy a dal is szól, hogy egy tabletta és elszáll az egész? Tehát te valóban hiszel abba, hogy komoly lélektani sérülések, komoly szorongások meggyógyíthatók egy-egy tablettával? Hát egy pszichoenergetikai deficit. Hát én inkább hiszem azt, hogy ha az akkumulátort föltöltöm megfelelő módon, akkor rendben jön, mint hogyha elmondok egy imát, vagy egy ilyen szómágiával próbálom feltölteni. Következésképpen miután itt is ma már olyan fajta módon tudunk beleavatkozni az agy anyagcserében, hogy például ennek a szerotonin nevű anyagnak az előző sejtre való visszaáramlását tudjuk megszüntetni, ezt a reuptake-et, tehát a visszavételt, tehát több lesz a szabad szerotonin száma, amely a membránon találkozik a receptorokkal, ez gyógyítja meg. Tehát ezt Freud is mondta, hogy majd elkövetkezik az, hogy a 30 tünetet egyetlen egy gyógyszer gyógyítja, ő proféta volt, és a Scott is, amikor azt mondja, hogy nekem most már 30 tünetem van, doktor, most már eljöttem, adjon rá egy pilulát. Ez ott egy vicc, Magyarországon, meg a világon mindenütt a pánikbetegség. De hát ugyanúgy gyógyítható a szociális fóbia, ugyanúgy a depresszió, a kényszerbetegség, és ezek nagyon sok embert érintenek. Hát Magyarországon a lakosság 3,5%-a pánikbeteg. Ez egy roppant nagy számnak nagyon tűnik. Nagy szám. Tulajdonképpen azáltal, hogy azt mondod, hogy bizonyos tünetcsoport, hogy egy kicsit szomorú, kicsit pánikol, kicsit légszomja van, az egy pánikbetegség, ezzel az embereknek nagyon nagy többségét kategorizálod. Hogy így ezek betegek. Igen. Hát mit tudok mondani? Hát Barbara Streisand 5 évig nem tudott utcára menni. Állandó pánikrohamai voltak, és az analitikus nem tudott rajta segíteni. Kim Basinger időnként lemondja a szerepléseket, mert pánikrohama van. Nagyon sok olyan példa van, hogy a lényegében analízissel gyógyító orvosok túl sokra nem jutnak, és akkor jön egy ilyen mezei pszichiáter, aki tablettázik, és a tablettát adja. Most ez persze túlzás. Bocsánat, hogy én szeretnék kérdezni valamit. Tessék, parancsolj. Hogy hát végem ennek a pánikbetegségnek is, akkor ezek szerint vannak fokozatai. Tudnélik, az én feleségem, hogyha egy, mit tudom én most mondok, egy, mikor színházban dolgozik, akkor ugyanabban az előadásban, hogyha már 30-szor vagy 40-szor már végigcsinált, és mindig jól, de minden este van egy szorongás benne. Ez is egy pániknak egy fokozata, nem? Ez egy egészséges szorongás. Inkább azt mondanám, hogy egészséges félelem, mert ha én azt magát a szorongást, én nem igen hiszem, hogy lehet egészségesnek mondani. Tehát ha már szorongásról beszélünk, az már nem igazán egészséges. Hát de bocsánat kérek, ez a szorongás lehet annyira olyan fokon, hogy hány ingert okoz, és miatt kimegy a színpadra. Én ismertem olyan színészeket, hogy kimegy a színpadra, kihányta magát. Ez így is van. Van a pánikbetegségnek egy olyan változata, és az egyik tünet a 7., az speciál, pontosan émelgés, és olyan fajta hasi diszkomfort, kellemetlenség, ami miatt nagyon gyakran hány a beteg. Ez így is van. Ez már elképzelhető, hogy rokon a pánikbetegséggel. A színpadi láz iszonyatosan erős tud lenni. Hát Iván, aki... része a színpadi láznak, amit mondok, hogy...